Tegnap este elkezdődtek a 8. kolozsvári zsidó napok. A rendezvény fontos alappillére lett a Kincsesváros kulturális életének. Célja, hogy összetartsa a fogyatkozó zsidó közösséget és megismertesse a többséggel a zsidó kultúrát. Október 26-a és 29-e között zajlik a 8. kiadása a kolozsvári zsidó napoknak. A rendezvényt a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége és a Kolozsvár Társaság szervezi a Határtalan Kultúra program keretében. Deák Andrea főszervező elmondta, öröm számukra az, hogy a kolozsvári kulturális élet alappillérévé vált a rendezvény. Úgy tűnik, hogy ez a város szövetében már egy fontos rendezvény, így talán mondhatom, hogy a kolozsvári magyar napok után, ami ugye egy grandiózusabb vállalkozás, de utána ez a most már egy olyan hagyományos tematikus programsorozat, ami város életében már úgy tűnik így a közönség jelenlétében egy fontos eseményé vált, úgyhogy ezt érezzük a felelősséget, és ezért én is nagyon meg a támogatók, illetve a partnerek is most már nagyon fontosnak tartják, és itt szeretnénk is folytatni. A rendezvényen megemlékeztek Schwarz Robert, néhai kolozsvári hitközségi elnökről. Schwarz Robertet a helyi zsidó közösség mozgatórugójaként tartották számon, tevékenysége, elhivatottsága példaértékűnek számított. Rézműves Iván Robert, a nagyváradi zsidó hitközség kántora elmondta, feladatuk összefogni az egyre fogyatkozó közösséget. Erdély az egy multikulturális, multietnikus közösség, és bár különböző etnikumok vagyunk. A helyzet az, hogy mikor a zene az egy világnyelv, és a zene az mindig összeköt bennünket. Fontos, pláne ilyen időszakban, mikor háborúk vannak körülöttünk, háborús híreket hallunk körülöttünk, hogy egy pár órára is együtt vagyunk, együtt tudunk imádkozni, együtt tudunk énekelni, együtt tudunk öröm könnyeket vagy bánat könnyeket ejteni, de a lényeg az, hogy közösségben vagyunk. A 4 napos találkozó színes programkínálattal várja az érdeklődőket, klasszikus koncertekkel, önálló estekkel, előadásokkal, könyvbemutatókkal készültek a szervezők. Az ünnepélyes megnyitót a Zsidó Klasszikusok, Klasszikus Zsidók című koncert zárta a Voice and Brez zenekar és Nógrádi Gergely főkántor előadásában.